A kormány minap döntött arról, hogy a karantén kötelezettségre 10-ről 7 napra rövidíti, de már az 5. nap után tünetek hiány és negatív teszttel lehet szabadulni a bezártságból, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján. Az iskolák esetében más a szabály. Ha egy osztályban megbetegedés van, akkor a karantén kötelezettség időtartama az 5 napra csökken, de csak azoknál áll fenn ez a kötelezettség, akik oltatlanok. Bátaszéken a 2. Géza gimnáziumban 50 olyan diák van, akik jelenleg nem vehetnek részt a jelenléti oktatásban. Nálunk ez 5 osztályt érint. Igaz, hogy csak 5 gyerek kapta el a koronavírus, de ezáltal 5 osztályban az oltatlanok karanténba kerültek. Az előírás szerint a lemaradások pótlása a diákok feladata. Az iskola abban segít, mondja Sümegi József igazgató, hogy az órákat a világhálón keresztül követhetik az otthonmaradásra kényszerült tanulók. A nehézség a helyzetben az, hogyha újra találnak egy koronavírus gyanús tanulót, ismét karantén kötelezettsége lesz az összes beoltatlan gyereknek, így az is előfordulhat, hogy jelentős időt kell úgy eltölteni, hogy ismét csak online oktatásban tudnak részt venni. Ennek hatékonysága pedig jelentősen elmarad attól, mintha naponta részt vennének az órákon. Mindez, mondja Sümegi József, már megmutatkozott az idei érettségik eredményében is.